Most a kiegészítőkről lesz szó, és elsősorban az ékszerekről. És ki más segíthetne nekem ebben, mint Genzinger Ildikó, akitől már nagyon sok ékszerem van, és nagyon szeretem őket. Ő nagyon profi, ő fogja bemutatni az ékszereket, meg fogjuk beszélni, hogy melyik, milyen színtípusnak való, és arról is lesz szó, hogy hogyan kell ápolni ezeket az ékszereket, hogy minél tovább tudjuk használni őket. Ildikó, mutatkozz be kérlek egy pár szóban. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Genzinger Ildikó vagyok, és már 7 éve foglalkozom ékszerkészítéssel, és ez idő alatt azt gondolom, hogy elég nagy utat jártam be, mert egy ilyen klasszikus vintage stílusból eljutottam szerintem ehhez a mai modern divat ékszerkészítéshez, ami nekem a szívem csücske, és igazából arra vagyok a legbüszkébb, amikor a pultom előtt megállva azt mondják, hogy milyen szép színek vannak, hogy öröm ránézni. És igen, én a színekkel teszem különlegessé szerintem az ékszereimet. Igen, hát Ildikó járt is nálam, igen. Illetve azért dolgoztunk is együtt, kifejlesztettünk együtt színtípusoknak megfelelő füliket, és most is hozott Ildikó, de már teljesen más, mint ami korábban volt. Az utóbbi időben arra koncentráltam, hogy minél többen tudják az ékszereket használni, ezért abszolút csak orvosi fémet, más néven nem is a célt, tehát a kettő elnevezés ugyanaz, tehát az ékszeralkatrészt használom az ékszerekhez. Ez a videó a Légy Önmagad Stílusikonja online előfizetői klubom tagjainak készült. Szeptember 15-ig még a jelenlegi feltételekkel tudsz te is csatlakozni, ami azt jelenti, hogy a több mint 70 videóhoz azonnal hozzájutsz. A későbbiekben ez változni fog. Tehát, hogyha szeretnél minél hamarabb elkezdeni tanulni a stílusos megjelenésről, akkor várlak téged is szeretettel a klubban. Tehát szeptember 15-ig a jelenlegi feltételekkel tudsz még csatlakozni. A linket a bióban vagy a leírásban találod.